Sziasztok srácok, itt Clash of Jomász, köszöntök mindenkit egy újabb Clash of Clansos videóban. És itt lennék újból a nagy karakteremen, mivel ugye több karakterem is van, azokkal most nagyon játszok egyelőre, örülök, hogy ezzel a karakterrel nyomom az ipart, és kezdem beletanulgatni a dolgokba, van már klánom is, csináltam egy új bázist. Klán, amit választottam, az nem lenne más, mint a Magyar Kaszinó, akik nagyon kedvesen befogadtak, segítenek meg minden. Ő jelenleg azt hiszem elsők vagyunk az országban. Igen, hát nem miattam. Mondjuk valahogy felmentem 3400 kupára itt a nagy barcsolgatások közben. De például, ami elég nagy problematika, hogy a két Inferno táboromat fejlesztem, ami nem rossz, mert ha kész lesz, akkor nagyon állat lesz. Viszont hát eszméletlenül erdja így a defense-em, tehát ez a két Inferno távernak a hiánya, ez nagyon-nagyon megérződik. Valamint a Quint is felfejlesztettem már 44-es szintre. Most nyitottam el a Wizard Tower-t, a Barakkot, az egyiket elnyitottam 13-as, hogy legyen Electro Dragonom, vagy hogy az Istenbe hívnak téged. Valamint, hogy Electro Dragon. Kitaláltam, szóval legyen Electro Dragonom. Igen, aztán még megy egy építő, tudom, hogy megy valahol, igen, egy Army Camp-et fejlesztek. És a laborban még mindig a freeze megy, 6 nap múlva kész van a dolog. És láthatjátok, hogy az elmúlt egy hét belég sokat sikerült fejlődnöm, mind az 5 építő megy, mint állat. Sajnos, hát 6. építőt nem lehet venni. Pedig én szívesen mennék 6. építőt. És itt a Builder Village-ben is picit fejlődgettem, fejlesztettem már a Builder Hall-omat 5-ösre, úgyhogy kaptam új falaktól kezdve mindent, úgyhogy van mit még fejlesztenem most itt ebben a Builder Village-ben mindenféleképpen. Úgyhogy ezen is rajta leszek, most le akarom rakni az összes épületet, amit újból megkaptunk, tehát most ezt a multimortárt, meg igen, ennyi, meg ugye most megy az Eriszi költ, a múltum volt az 600 000, és egyelőre én, hát, 620 000, nem 800 000? 600 000, na, akkor már pont tudok annyit tárolni, hogy ez meglegyen, úgyhogy ezt megpróbáljuk megszerezni, valamint itt a Home Village-ba is támogatunk pár dolgot, azért, hát igen, Inferno nélkül elég durván leszoktak rombolni, de, nem kértem. Ja, megtámadtam. Szóval, hogy például itt a klántól már lehet ugye kérni ezeket a Siege Machine-eket, vagy hogy ez nem Siege Machine, hogy hívnak? Miért szól, olyan masinákat lehet kérni, és azzal a támadás, úristen, annyira megkönnyíti a dolgomat, hogy nagyon. És kapok ugye Giant-et, meg valaki ad ilyen masinát, nem tudom ez hogy működik. Ugye nem vagyok távol 11-ben minden, de távol 12 nem vagyok, bocsánat. De lesz egy távol 12-es videóm, és van egy másik karakterem, amit most más játszik. És akkor azt hát úgymond belépek oda, és csinálok egy videót arról a karakterről, mert hát hogy is fogalmazok. Jó tudsz ez a dolog. Láttam, hogy nagyon szeretitek a Clash of Clans-os videókat, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele itt a dolgokba. Szeretném majd fejleszteni, hát nem is tudom, meg szeretnék fejleszteni. Lehet a labort kéne majd fejleszteni, itt azért. Annyit még nem tudok tárolni. Nem mindegy, akkor menjünk el támadni. Most még itt 2 támadhatunk ebben a faluban. Atya úristen. Jaj, ez miért? Érdekes, milyen taktikát válaszok. Ja, meg ugye az új hőst is meg akarom szerezni, persze, mert az még nincs meg. Jó, ugye ezek a katonáink vannak. Most vagy ezt sem, hogy körbe barbározom, vagy megpróbálok innen betörni, innen, így. Csak hát ez kockázatos dolog. Hát megpróbálom betörni a kőszeg bombert. Köszönöm bombert. Jó, az egy lyuk már van.
Nagy bomba, ez az. Ez az, kis bomba, gyerünk, bomberek. Gyerünk. Én bízok bennetek. Mindenki meghalt, ez az. Ez az. Hát ez nem jött össze. Akkor. Ez a multi mortar, ez nagyon OP. Na, akkor mit próbálom megveszedni? Léci. Jó. Az előbb volt egy drogom, ami nem is tudtam, hogy van ilyen. Elmondjuk, ja. Szóval volt egy drogom. Ezt pedig megnyertük, nem tudom, hogy 38.800-es gen, elmondjuk nekem is. 8-es bomber, 8-es elkép. Szóval a bomberem le van maradva egy picit, úgyhogy hát ez... Damage per second-ját fel tudjuk növelni. Jó, hát ezt néha szoktam használni, úgyhogy ezt elindítom a fejlesztését. És ha minden igaz, akkor most támadunk egyet, és meg lesz a pénzünk. Azt is tudom fejleszteni. Szóval meg lesz a pénzünk multimaltára. Ezt pedig 900.000-ért tudjuk kiszedni innen. Ami jó cucc. És mindenféleképpen tud segíteni a támadásban. Most benyomtuk a boostot. Így minden felboostolódik. Tulajdonképpen, úgyhogy megyünk is támadni. Na, orosz ellenfelünk, és fejleszti a multimortárját, ami nekem csak jó hír igazából, és szerintem innen felülről kéne ugyanezzel a stratégiával megpróbálni betörni, csak az a különbség, hogy most nem lesz multimortár. Jó. Gyerünk, bomberek. Uha, nagyon elmentek ott a barbárok. Mindenki meghalt, no. Ezt az bomberek betöltek. Gyerünk, két barbár, tudom, hogy öntőzitek. A bomberek pedig jobban szeretik a falat, mint az épületet. Gyerünk. Ne, nézze, nincs az. Ne, életem maradt a támolnak. Tudja, elveszettem. Na nézzük, nézzük, hogy szétver. Így van, 400-ig, ja, már vesztettem. Shit, csak barbárokkal, ez a baj, hogy igen, nagyon körbe lehet szedni engem ezzel a bázissal, az istenit. Ezt elvesztettük, de hát a következő attack, mert már most kész vannak a katonai magbusznak köszönhetően. Hogy ez mi? A barbárok helyett lehet, hogy mind a bomberek helyett lehet kéne inkább, na. Még több barbár. Most én remélem, hogy Morten még... Oda már elér. Gyerünk, támadás! Mindenki, gyerünk! Nem tudom, mit csinálok. Best tactic ever. Ez a... A Builder Base ez amúgy nem nagyon értek. Azt hiszem látszik. Látszik is. Gyerünk. Gyerünk, érzem, nagyon kevés életem maradt. Yes boy. Meg itt volt egy csomó ilyen épület, na mindegy. 40% egy korona. Egy korona, egy csillag. Nem korona, ez nem Clash Royale. Na nézzük, léci. Áj, 50 az. Az istenit. Ez most nem vagy, ez nem akar, ja. Na nézzük. Jó, ezt az előző stratégiával szerintem eléggé be tudjuk verni innen felülről. Úgyhogy... ez lesz a taktik. Jelünk, bomberek. Ez az, mehetnek a barbárok, mehet a kövi giant. Igen, a bombákra vigyázni kell. Jöhet ide egy barbár, ide is. Bomberek meg, gyerünk, tegyétek a dolgotokat. Come on. Még egyet. Elmeszek a tehon. Ha csak nem. Nem.
Hát... Az 50% megvan. Az baj, hogy bármit csak eléri. Talán így. Nem. 53%. Nem lesz elég. A franc egye meg, rossz ez a bázis, csak már egy kell a multimortál, és akkor át tudom alakítani. Mi az Isten? Miért van két crasheröd? Miért van ekkora multimortárod? Na jó. Viszont... ne olyan izé is van. Shit. Összes... Le kéne szedni a multimortát, meg ezt a canont. Ez itt nagyon megpörköli a dolgokat. Azt a rohadt. Na jó, ez nem volt jó taktik. Fucking... No! Szerintem meghaltam. Jézusom, 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 mi volt ez az atak zsombor? Erről beszéljünk. Ne, és lejárt a 4 perces busztit, nincsenek kész a katonáim. Shit. Ezt nem láttátok. Egyet kéne nyernem, komolyan mondom, egyet kéne nyernem. Jó. Viszonylag sok olyan van, amit szerintem minionnal le lehet szedni. Meg egy árcsereket viszek. Mondjuk ide rakok miniont. Ide árcsát. Ide is árcsát. Ide barbárokat. Ide is miniont. Ez az. Ez a körbeszedős taktikát használjuk most. Szuper. Jött a kövű minion. Gyerünk, szedjétek szét, szedjétek szét. Szuper. Szuper. Szerintem ezt ide lerakhatjuk. Láthatatlan egység, gyerünk. Jó, még egy épület. Oké, és... mondta, hogy ez még megvan. Yes, 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 yes. Az elixir karaktert is szedle, léci. Na, eléri. Így őket viszont nem érjösség. De most már. Ez az 59%. Na, ha nem két csillagozott le, akkor nyertünk. Nem hiszem el! Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Komolyan mondom. Egy! Ne, menjünk vissza a Home Village-be. És akkor olvassuk a témát. Ezt nagyon sajnálom. Nagyon-nagyon próbálkoztam a Peter Village-be. Elég gyengék a katonáim amúgy. Meg a bázisom is. Hát inkább a bázisom magunk kéne valamit csinálni, mert az nem tudja kivédeni a dolgokat. Még támadási tudok, szóval egyik se jó kombó. Tehát se támadni, se védekezni. Netes, netes eléggé. Legalább remélem itt a normál Zidicsinél találunk valami finomságot. Amit meg tudunk támadni, el tudunk vinni. Amúgy nem tudom például, hogy támol 12-nél a keresgélés az mennyibe kerül. Biztos, hogy drágább, mert azt tudom, hogy távolonként egyre többbe kerül a pénz, több goldba kerül nextelni. Remélem azért nem 1250 vagy valami hasonló, mert azért az nem lenne túl jó. Igen, az a baj, hogy a builder base-em nagyon elmaradott.
a Homebase-emhez képest, mert nincs a multimortarom, ami mindent szétszed, szóval arra nagyon szükség lenne. De úgy tényleg, hát hogy kell az a multimortár, nem baj, következő videóra megpróbálom megszerezni, és akkor építünk valami normális bázist, és akkor talán ki tudjuk védeni a támadásokat, mert hát ez most nem éppen elmegy. No, mármint hogy van elég útja, csak bent van a kollektor, nem a kollektorokba. És hát ugye ez nekem nem jó, mert én olyat keresek, amiben a kollektorokban van, mert barcs van nálam. Mondjuk egy-két storage-ot el tudok vinni, ha van nám giant, de most nincs nám giant sajnos. És nem tudom szemléltetni a Wolf Wreckert, hogy az Isten beívják azt a szekeret. Sajnos. Mert most nem kaptam, hát kérhettem el előbb. Na, hát ebben itt az a jó, hogy lerakok egy queen-t és 3 storage win. Szóval igazából ezeket a külső storage-okat kéne beszednem. Csak megmondjuk ezt az oldalt. Veszünk a barbára, Barbar King-el. Damn. Ez az, gyerünk, Barbar King, tedd a dolgot, ez az. Ó, ez itt majdnem megvan. Az a baj, hogy... Jó, most meg őket fönt lövi. Mondta, hogy nem addigra lesz vége a láthatatlanságnak, de... 45%! Kell a bónusz! Gyerünk még azt! 47! Gyerünk! 48! Azban nem lesz meg. Gyerünk, 48. 49. Gyerünk. Mondjuk még van 4 lightningom, de mindegy. 50%. Ennyi. Na, nem tudom, hogy tartsam. 50%. Easy. Na. Sőt. 52%. Nem izú. 396 000. És nem is kellett giant hozzá. Mondjuk itt nem is, ja, nem is kellett volna. Na, akkor benyomjuk a quick train-t, spelleket sem használtunk el. Na jó. Egy utolsó próbálkozás, ezt nem hiszem el, ekkora szenvedést. Úristen, mi ez a bázis? Ú, Archer-re kellettem szerint multimortal? Yes. Átcsirekkel leszedjük a multimortárt. Amint ezt. Jaj. Yes! Gyerünk. Ez az egyikük a falat lövi. Érzem a vint, itt most érzem. Jó. Sőt.
Szedjük le azt a fost. 26%. Nem olyan sok. Jó. Okos barbár. Jó. Gyerünk. Yes, boy. Yes. Ott van még egy... ez az. Még van két épületünk. Meg figyeld, lesz még ott egy... Tökéletes taktik. Igen, ez az 49, és megvan az 50% is. Yes, két korona. Két csillagna. Jó, fú, léci. Ez nagyon jó atak volt. Yes! Yes! Mi az Istennel támadott? Ne. Mennyi giant, canon card, meg az a... Ú, hogy fogja kidobni a izén, figyeld. Bum. Nagyon cécet. És hát azt se tudtam, mi van. Hát mondjuk azért nem volt olyan rossz. Ez az. Nagyon szétszedtem mondjuk. Ha. 59. Jó, a két csillag számított. Ez most nagyon-nagyon fontos volt. És azt jelenti, hogy van 620 ezer goldom. Mindjárt, anyján, hogy. Multimortár. El sem hiszem, hogy megvan a multimortár. És ezáltal tudunk új bázsokat csinálni, csak mondjuk a falakat fejlesztettük volna. Nem baj. Tudunk végre új bázist csinálni, és fogok Bader Hall 5-re egy új bázist csinálni. Ez egy kicsit hosszú videó lett, mert mondjuk sokat szenvedgettem benne. Na mindegy, azért remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, nyomjátok egy lájkot, és ha még nem vagytok, iratkozzatok fel, írjátok le kommentbe a véleményeteket, lesznek még több Clash of Clans-os videók. Remélem, hogy ez is tetszett, és találkozunk akkor a következő videómban. Nagyjából hetente lesz egy Clash of Clans-os vidinyó, úgyhogy jövő héten találkozunk a következő Clash of Clans epizóddal, de az sem elképzelhetetlen, hogy lesz livestream is. Én Zsomac voltam. Sziasztok!